Mit értettetek meg ebből az előadásból? Mit jelentett ez nektek? Mi az üzenet? Nagyon szép volt. Én nagyon meglepett, meg igazából nagyon szépen össze volt szedve az előadás, és tényleg nagyon tetszett. Hát a szereplők nagyon felkészültek voltak, és nagyon élethűen előadták ezt a darabot, úgyhogy nagyon tetszett. Tudjátok ezt a történetet kikötni az életetekhez? Van-e olyan diáktársatok, aki túlzásba visz dolgokat? Nincs. Aki goromba veletek? Nincs. Aki nar... Nem, hanem igazából így szerintem a mai világban a fiatalok ilyen összetartóbbak, és így nincsenek ilyen problémák, hanem megbeszéljük egymás között. Helyes helyzetben vagy. Gratulálok, örülj nekem akkor. Hát engem egy kicsit lesokkolt. Nem erre számítottam. Kicsit lazábbra. Nem gondoltam, hogy ilyen... Szórakoztató? Igen, igen. Hát igazából nem tudom, még nem fogtam fel. Hosszan kell gondolkodni rajta. Kicsit át kell, fel kell dolgoznom. Igen. Nekem tetszettem, hogy ez a darab, és hogy most még a hatás alatt vagyok, és nem tudom most így hirtelen még mit jelent. És milyen a hatás? Elgondolkodtató, hogy végülis mit is akarunk az élettől, és hogy mit szeretnénk képviselni, úgymond itt. Hiszünk-e a céljainkban, a jövőnkben? Tanárnő, az lényisek látták ma este ezt az előadást. Most eléggé kemény darab volt, tetszett nagyon. Elgondolkodtató, megdöbbentő, meg rendkívül sok rétegű. Szerintem lesz mit megemészteni és megbeszélni a gyerekeknek. Szoktak beszélgetni róla? Igen. Ráadásul most az a megtiszteltetés is ér minket, hogy a színészek közül is néhányan eljönnek. Tanárnő milyen vonalat képvisel, mit szólt Szabó Márta alakításához? A pedagógusok felelőssége. Döbbenetes. Tehát az, ami teher rajta is van, és egyébként, hogy hogyan jön ki ebből. Tehát ez mindenki számára más és más. Az önök iskolájában vannak-e ilyen diákok, vannak-e ilyen jelenségek? Eddig én még nem tapasztaltam. És ha lenne, tudna vele mit kezdeni? De mondjuk tágíthatjuk ezt a kört a zsenik kategóriája felé, vagy a gyenge képességű diákok felé is. Gyenge képességű és zsenik is vannak természetesen, de ennyire extrém esetekkel még nem találkoztunk. A kezelésük azért szerintem eléggé hosszadalmas. Tud a pedagógia mit kezdeni velük? Hát attól függ. Ha segítséget kapunk, akkor igen. Rögtön, első pillanatban nagyon nehéz szerintem. Nem is lehet neki ugrani ilyen problémának azonnal. A tantestület összefog például, ha vannak ilyen kirívó, hál' Istennek ritka esetek? Igen, igen, feltétlenül, tehát megbeszélésre szorul. Az fontos, hogy legyen az iskolának egy szellemiség, egy vezérgondolata, amit a pedagógusok követhetnek. A vezetőség is, a pszichológusunk is van, és nagyon sok oldalról segítik a munkánkat ezek az emberek. Elgondolkodható volt, de nagyon tetszett. Megfogott az egész történet. Tanulságos az egész. Mi a tanulsága? Nagyon sok minden. Ezt most nem tudom megfogalmazni. Hogy toleránsnak kell lenni egymással. Vigyázni kell a diáktársainkra. Óvni kell például a szélsőségektől. Igen, ilyesmi például. Tudni kell, hogy bízhatunk-e a tanárainkban, az iskolánkban, a családunkban. Fontos a hit. Vallásos vagy? Igen, vallásos. De ez nem tántorítottál a hitettől? Nem, egyáltalán nem. Milyen volt az előadás? Igazából tetszett, csak igen, nekem is így fel kell dolgozni, mert elég nehéz téma volt, de elgondolkodtató, mert valóban így a valóságot mutatja be, hogy a tínédzserek is valóban ilyen lázadóak, meg... De érdekes volt, meg valóságos. Szélsőséges, természetesen igen, felnagyított igen, a színház eszközeivel. Igen, de tényleg fel kell dolgozni. Például, igen, ezen, hogy mint amiről a színész is beszélt, hogy most, hogy az emberek hogy gondolkodnak így Istenről, meg... De hogy gondolkod? Hát én egyházi általános iskolába jártam, úgyhogy hozzám így közelben ez a téma, de voltak azért dolgok, amik erősen eltúlzottak voltak ebben a darabban. Fanatikus diákokkal, felnőttekkel, pedagógusokkal is találkoztam? Hát ilyen szinten nem. De igen, ez valószínű, hogy ez előadásnak volt része, hogy itt felnagyítottál. Meglepő darab volt. Szoktatok a színházi előadásokról beszélgetni, aztán magyar órán osztályfőnök? Igen, szoktunk beszélgetni róla, mindig már szoktunk beszélgetni. Meg volt tavaly is egy darab,
koronálomszor, amikor színészek is voltak nálunk, hogy megbeszéljük a darabot, mert ez is elég nehéz darab volt. Megszoktuk egyébként igen az osztálytársakkal is beszélgetni. Előkészítésről szó sem lehet? De most nem volt, mert hirtelen jött ez az előadás, és ezért így sokkoló volt maga az egész darab. De az helyére teszi a dolgokat? Igen, meg azért segít, hogy mire számítottunk felkészítés, ez pont ezért jó. Szoktatok az osztályban osztálytársak beszélgetni egymás közt, hogy láttad, hogy fogadtad? Szoktunk, igen. Valószínűleg holnap is erre lesz túl. Mi mindig szoktunk beszélgetni a színházi darabokra. Nekem nagyon tetszik a színház, meg én szeretek is járni. Más, mint a tévében nézni egy darabot, hanem látni ott a színészeket, ahogy megdolgoznak a szerepükben, úgyhogy engem mindig... Más az élmény, más az illata, igen, mindig elbűvöl, más az ereje is. Igen, persze. Mindig elbűvöl, amikor így élőben, szemtől szemben láthatjuk. Főleg ezek a kamaradarabok tetszenek, amikor így benne vagyunk a színpadban, és akkor... Hát az előző darab is, az első sorban ültem, volt szerencsém hozzá, és hát előttem van a színész, és úgy játssza a szerepét, és ez nekem mindig nagyon tetszik, hogy úgy belevesznek, úgymond a darabba. Az előző kameradarab az a Balta a fejbe. Az is egy ilyen elég durva, inkább horrornak mondanám, és ott ültem az első sorba, és hát az úgy... Úgy tényleg, hogy igen, sokkoló volt. Amikor... Jókos volt. Igen, igen. Na és a mártíró? Ez is tetszett, mert ez is olyan, hogy így közvetlen ugye a nézőkhöz beszélt. Probléma neked az ő problémájuk? Vagy távoli eset ez? Át lehet élni néhány szegletét, meg így mindig van olyan, amit az hétköznapi ember is átélt már. Természetesen, hogy találkozunk ilyen dolgokkal. Úgyhogy... Könnyebb lesz megoldani, majd feloldani ezeket a helyzeteket? Valamelyest igen. Igen, hát így egy más szemszögből tekinteti meg velünk ezeket a problémákat, esetleg amikre mi nem is gondolnánk. Mondhatjuk, hogy a színház valamelyest mankót ad az élet furcsaságaira, nehézségeire, megoldásokat. Igen. Igen, igen. Vannak olyan területek és olyan szituációk, amiben néha utat mutat, hogy mégis hogyan kell, vagy hogyan nem kell éppen viselkedni. Esetleg az is jó, ha konstatáljátok, hogy nem, nekünk ilyen nehéz helyzeteink nincsenek. Milyen jó. Igen, igen. Hogy megmutatja, hogy azért nekünk mégis olyan rossz. Amiért panaszkodunk, attól vannak nagyobb dolgok is.